Ebben a szerelőműhelyben már most nagy üzemben zajlik a munka. A téli köppenyek felszerelése ugyanis tartós, 7 Celsius fok alatti nappali maximum hőmérséklet esetén már indokolt, a biztonságos közlekedés érdekében. Így fontos a járókelők, az autóstársak és a saját testi épségünk érdekében téli abroncsra váltani. Tél az hideg, csúszós, havas, latyakos és nem igazán ideális közlekedésre. Téli gumi pedig természetesen a szerkezetét tekintve, az anyagát tekintve úgy van kialakítva, hogy a téli hideg időjárási viszonyok között sem veszítse el a rugalmasságát. Tehát magyarul a szilikokaucsuk tartalma lényegesen magasabb, mint a nyári abroncsé, amely meggátolja ugye a kikeményedést. Nyilván rövidebb fékút, gyorsabb megállás, jobb tapadás, kényelmesebb, biztonságosabb autózás, de ez nem old meg mindent. 7 Celsius fok alatt mindenféleképpen indokolt. A csúcsforgalom elkerülése miatt, mivel ez erősen szezonális dolog és munka, ezért érdemes elkezdeni és időben gondolkodni. A szezonális cserével megnöveljük a nyári abroncsok élettartamát, amit nem használunk, az nem is kopik. Azonban nem csak az élettartam növelése érdekében kell megejteni a cserét, hanem a közlekedés biztonsága is ezt a döntést indokolja. A téli abroncsok anyagösszetétele és mintázata is jelentősen eltér a nyáriakétól, az évek óta használt gumiknál azonban több szempontot is mérlegelni kell használat előtt. Nyilván az ember megnézi adott számát, amely ugye magába foglalja a gyártási évet és a hetet. Innentől kezdve a csatornamélység, ami legalább 4 mm, vagy inkább a fölött kell legyen. És innentől kezdve, hogyha van valakinek keménységmérője, akkor egy keménységmérés, amely ugye utal rá, hogy milyen elhasználtságú az abroncs belső élettartama. Bizonyos technikai és vezetéstechnikai, főleg vezetéstechnikai dolgok a téli-nyári abroncsnál is nagyon fontosak. Nyilván el kell kerülni az olyan sérüléseket, amelyek figyelmetlenségből adódnak. A másik pedig az, hogy a rendszeres karbantartás, ami azt jelenti, hogy amikor leszereltük a nyári abroncsot, azt optimálisan, lehetőleg az előzésen megfelelően tároljuk, ugyanez vonatkozik a télire is. Az abroncsok a speciális gumikeveréküknek köszönhetően a hidegben sem keményednek meg, ezáltal jóval nagyobb tapadást biztosítanak. A mély, minimum 4 mm magas profiljuknak, valamint sűrűbb bemetszésüknek köszönhetően pedig a latyakot, havat jobban elvezetik. Ezzel jobb irányíthatóságot és fékezést nyújtanak az utakon.